A Villa Medici étteremben immár hagyományosan megrendezett legutóbbi boresten a vendégek Szentesi József kézműves borait kóstolhatták meg. Borászkodni kezdtem 14 évvel ezelőtt. Nem vagyok borász, mert nem ez a szakképesítésem. Autodidakta módon sajátítottam az ismereteket, ameddig jelen pillanatban eljutottam. És hát leginkább a kézműves borokról lettem ismert, és a régi fajtákról, amelyekkel elkezdtem foglalkozni. 20 olyan fajtával foglalkozom, amelyből filoxérevész óta nem készült bor. Ez mit jelent, hogy kézműves bor? Mindenki azt hiszi, hogy a bor az a pincében készül. Pincében nem lehet bort készíteni, ott csak meg kell őrizni azt a minőséget, amíg a szőlőbe elértünk. Tehát tökéletes alapanyagot kell a szőlőben előállítani, és akkor az embernek a pincében nincs sok dolga. Én nálam a kénen kívül a borban semmi nincs, tehát a folyamatok, az eredés, a természetes natur módon vadélesztővel történik, tehát én nem befolyásolom a bor életét, teljesen magától alakul ki. Mik ezek a fajták, amit említett, hogy ezekből már nem készülnek borok? Hát 10 vörös és 10 fehér fajtát választottam ki annak idején, és ezek például vörös fajták, kék bajor, fekete fájú bajor, tihanyi kék, tarcali kék, laska, hajnos kék, csókaszöllő, purcsin, azt hiszem mindent elmondtam. Fehérek pedig szerémi zöld, balafánt, kolontár, kovácsi, sárfehér, hamvas, lisztes, vörös dinka, piros bakator. A menüsor és a borok kommentálásához Új Pétert kérték fel, aki kalandos újságíró múltja során sokat foglalkozott a magyar gasztronómia érdekességeivel. Az a fajta elbutulási folyamat, amin végigment a magyar gasztronómia, egyébként nem tisztán a szocializmus évtizedei alatt indult, tehát tulajdonképpen Trianon után már elkezdődött ez. Ez a fajta butulás, ez nem csak a szakmára igaz, ez sajnos a vendégkörre is igaz olyan szempontból, hogy hát az elvárások is aztán ezekhez igazodtak. Ugye én is elmegyek vidéki rokonsághoz, és már ott is normális, hogy hát Tesco-s sertés húszból főzik a gulyáslevest. Teljesen normális, sőt, normális kenyeret nem lehet olyan vidékeken kapni, ahol korábban malmok működtek, híres pékségek voltak. Sok szempontból egyébként nehezebb, mint Budapesten. Úgyhogy a helyzet eléggé szomorú, de most ne szomorkodjunk sokat rajta, hiszen van néhány olyan műhely itthon, amelyik hát, sikerrel veszít föl a harcot a múlt sötét árnyaival szemben. Mert egy lazac az előétel, ami egy kicsit kapuktojás, hogy rögtön egy állatos képzavarral indítsak, mert hogy a füstött lazacsal, mint műfaja igazából komoly baj nincsen a világban. Az, hogy a lazac, mint alapanyag a magyar konyhákon egy kicsit túl van reprezentálva, az viszont kétségtelen. Tehát ez egy olyan alapanyag, amihez hát valahogy levakarhatatlanul hozzátapad a luxusnak az illúziója, pedig hát az egyik legnagyobb mennyiségben termelt tömeghal a világon a lazac, és sajnos nagyon sok rossz minőségűvel is találkozni. Ráadásul rosszul elkészítettel is nagyon gyakran találkozni, túlsütik, amitől kifejezetten ilyen büdös és rossz ízű lesz. Viszont a füstölés az a lehető legjobb elkészítése a lazacnak, az kétségtelen, pláne hogyha házilag füstölik, és nem pedig iparilag valamiféle füstaromával beoltott dolgot vásárolunk. Úgyhogy hát szerintem akkor kóstoljuk meg. Milyen borokat választott ki, tehát mi szerepel majd a kínálatban, amit kóstolhatnak a vendégek? Hát itt ezekből a régi fajtákból lesz egy vörös dinka, ami fehér bort ad, és lesz egy csókaszöllő, amelyik vörös bort ad. Ezen kívül, mivel pezsgőt is készítek, aperitívként egy pezsgőt bontunk, és utána fehér borok jönnek, mert az ételek ezt igényelték. Lesz egy zengő, ami szintén egy magyar fajta, egy 51-es nemesítésű magyar fajta, Király Ferenc nemesítette, 1000 jó buvé keresztezéssel. Lesz egy fehér küvé, amelyik zengő Rajnai Riesling Veltellini 1000 jóból áll.
lesz egy rajnai rizling, és lesz egy késői születés, egy aszú rajnai rizlingből, ami Velencei-tól környékkel van, tehát aszú technológiára készült bor. Katasztrofákat tudott a magyar vendéglátás művelni a gulyáslevessel is. Leginkább ugye itt is az alapanyagok minősége volt az, ami mindenféle kívánivalót hagyott maga után. Illetve sajnos az a cikkem egyébként sokat emlegetett reciklációs, hogy mondjam, ilyen lánc, az annak az egyik végső állapot a gulyásleves volt, tehát elindult a hús valahol rántott húsként talán, aztán átment egy pörkölt fázison, majd megérkezett a gulyáslevesbe. Ez egyáltalán nem. Nekem a mai napig, amikor ilyen állófoglalásokban részt veszek, akkor mindig azt mondja, hogy lenne ilyen nagyon jó GPS-es nyomkövető, amit egy szalámi szeletre rá lehetne nyomni, hogy ez mondjuk mekkora utat járt be a városba már. Akkor, na szóval, hogy abban az időben így egy 20 darabra tettünk volna ilyen nyomkövetőt, hát érdekes utat járhatott be. Holott a gulyásleves valóban nem egy bonyolult étel, viszont remek, és egyébként a marrapofa az kitűnő alapanyaga is tud lenni. Én azt látom most, hogy több étterem és több bisztró is Budapesten, ahol én megfordulok, elkezdte komolyan venni ezt a dolgot. Sokáig ezt egy ilyen igazi turista ételnek tartották, nem nagyon. Tehát magyar vendég, ha bement valóban gulyásleves, a legritkább esetben rendel. Szegény turistákat szerették ezzel megmalmozni. Ma egy kicsit ez úgy tűnik, hogy változik. Én tudok, most már három helyet is, ahol remek gulyáslevest főznek. Hát reméljük, hogy ez is egy ilyen gulyásleves lesz, sőt semmi okunk feltételezni, hogy nem. Viszont bort most nem kell konferálnod, mert leveshez nincs bor. Akkor lépünk a főételek felé. Fogasfilé kárpáti. Természetesen a magyar étlapok egyik slágerfogása is. Hát alig van Magyarországon szerintem olyan alapanyag, aminek a nevében, és illetve amivel annyi vasságot elkövettek volna, mint a fogasfilével. Holott a balatoni fogas, nem tudom mennyire közismert módon, de azért többé-kevésbé sejthető módon egy olyan alapanyaga volt a magyar gasztronómiának, amit világszerte jegyeztek, tehát 17.-18. századi francia gasztronómiai művekben említik, mint legmagasabb minőségű édesvízi alap. Ehhez képest ugyanis szegény fogassal azért sok minden gazságot elkövettünk a Balatonban, kezdve az angolna telepítéstől, ami kizaválta a fogasikrát, illetve a táplálék konkurense is volt szegény süllőnek. És hát nagyon nehéz is hozzájutni tisztességes minőségű fogashoz. A másik, hogy a fogas az a fajta hal, amit mindenhol frissen a legjobb természetesen, és csak frissen lenne szabad halakat adni, de ami elsőre megérezni a fogyasztás nyomát, és ami teljesen értelmét veszíti a fogyasztás által, az a fogas. Na, ennek ellenére Magyarországon szerintem nem fogyasztott fogasfilét, vagy fogasfilének mondott bármi más évtizedekig nem láthattunk, illetve nem ehettünk. És valóban fogasfilé néven a busától a jobb esetben harcsáig mindent felszolgáltak már szerintem magyar konyhán. És sajnos erről sem lehet múlt időben beszélni, én éppen két hete voltam Szegeden, az egyik leghíresebb halászcsárdában, és mélyhűtött tengeri halfilét kaptam Fogas Roston címén. Természetesen panírozva és olajban sütve. Ez a másik, bár itt nem roston van sütve, az a másik, hogy Magyarországon a hal roston, az azt jelenti, hogy olajban sütve és valamivel be van panírozva, ami teljes őrület. Tehát akkor miért nem azt írják rá, olajban sütve, panírozva. Hát itt azért a Medicsiben egy elég elegáns környezetben lehet megmutatni ez a borokat. Mit vár a ma estétől? Hát türelmetlenül várom, érdekes lesz, hogy milyen közönség lesz itt, és én szerintem biztos, hogy mint ahogy eddig, ahol tartottam borbemutatót, mindenkit nagyon érdekelt ez a történet a régi fajtákról, és a pezsgő készítést is mi kezdjük feleveníteni, mert az is nagyon alacsony szinten áll a pezsgő fogyasztás és a pezsgő kultúra Magyarországon.
Én általában a fehér borokat fél évig nem kénezem, a vörösborok, például a 11-es vörösboraim azok ott vannak a pincébe, még nem értünk rá átfejteni, jövő héten valószínűleg átfejtjük, tehát nulla kénet vannak, tehát ha az alapanyag nagyon jó, akkor az olyan kvalitásokkal bír, hogy sok mindent ellenáll mindennek. Az utolsó borjú 1945-ben elhagyta az országot, és azóta nem találkozott vele senki. Valóban, tehát a borjú húsa, tehát amit borjú húsnak neveztek régen, az a teljes borjú volt. Nem növendékmarha, nem, pláne nem felnőtt marha, hanem teljes borjú, ami még, ugye, mint ahogy a neve is mutatja, teljen él. És amikor elkezd takarmánnyal táplálkozni, abban a pillanatban megváltozik a húsának az egész szerkezete, földúsul vasban, általában pont a váltó időszakban a legrosszabb. Tehát, hogy akkor legkevésbé alkalmas a jó étel elkészítésére. Szóval borjúhúst Magyarországon beszerezni 45 óta gyakorlatilag képtelenség, a mai napig így van sajnos. Azt hiszem, hogy ez a borjú is Ausztriából érkezik. Ez a szomorú helyzet volt. Van nekünk egy nagyon híres és nagyon jó húsmarhánk, nem tenyésztő szinte sem, ezt Magyar Tarkának hívják. Hogy nagyon kevesen. Hát ez a szürke marhával kínlódik mindenki, ami sokkal kevésbé alkalmas, sokkal nehezebb is tartani, hogy egy ilyen nagyon igénytelen, inkább igavonó állat. És a magyar tarka lenne az igazi jó minőségű húsmarha Magyarországon. Sajnos ez is feledésbe merült, vagy nem foglalkoznak vele annyian, mint amekkora. Azt nem merem mondani, hogy igény lenne rá, mert ugye igény sincs még rá, de hát reméljük, hogy lesz. Érdekessége volt talán ennek a menüsornak, hogy úgy mondom, hogy viszonylag olyan ételek voltak rajta, ami megtalálhatók minden étterem kínálatán, és ehhez fűzött is egy-két keresetlen szót. Mennyire váltotta be az itteni konyha a hagyományos ételekben, hogy mondjam, hogy visszahozta azt az ízt, amit kellene tudnia ezeknek az ételeknek? Hát a baj az ott kezdődik, valahogy nem is nagyon tudjuk, hogy mit kellene visszahozni. Tehát, hogy ezek a hagyományos ételek, amiket mi hagyományosnak gondolunk, nagyon sokszor egyáltalán nem hagyományosak. Nem is hagyományos módon készülnek, és nem is tudjuk, hogy milyenek lehettek ezek akár 100-150 évvel ezelőtt, de nagyon sok olyan van, például az itt egyébként a menüsorban nem szereplő ortobágyi húsos palacsinta, ami az 50-es években született étel, tehát szó sincs arról, hogy rettenetes nagy hagyománya lenne. Na most itt inkább az lenne a fontos, hogy a hagyományos magyar alapanyagok álljanak elő olyan minőségbe, és annak legyen olyan becsülete, amik hát valaha, akár 100 évvel ezelőtt, ugye, amilyen minőségben ezek föltalálhatók voltak, illetve amilyen jelentőségük volt az akkori konyhába. Sajnos ezzel az éttermek, én azt látom, hogy jelenleg az éttermek már, vagy éttermeknek ez a felső kategóriája, amiben ugye a Villa Medici is azért mindenképpen beletartozik, elkezdett szakmailag fejlődni. Az igazi probléma ott van, hogy az alapanyag termelésben nem bírja, úgy tűnik, a magyar mezőgazdaság ennyi a versenyt, vagy nincs megfelelő kereslet, nincs megfelelő termelési kultúra. Megszakadtak ezek a hagyományok, és nem nagyon lehet, vagy nagyon nehéz ezeket újraépíteni. Tehát ma egy teljes borjút Ausztriából kell beszerezni, mert lehet Magyarországon szerezni egyet-egyet, de az, hogy egy éttermet, vagy pláne többet folyamatosan ellássanak megfelelő minőségű hússal, szinte elképzelhetetlen. De akár zöldségféléknél, akár kenyérgabonában, nagyon sokban vannak nagyon-nagyon komoly problémák ma Magyarországon. Én azt látom, hogy szakácsok, illetve a vendéglátóhelyek, abból mondjuk tényleg ez a top réteg, ez most már képes jó minőségű ételeket csinálni. Alapanyagokkal kínlódunk egyenlőre. Legutóbb, mikor találkoztunk, akkor a Gómi Jó nevű éttermi kalauznak volt a bemutatója Budapesten. Mennyire váltotta be a reményeket, tehát milyen sikert futott be ez a könyv itt Magyarországon? Hát nagyon féltünk tőle, hogy egy saját kiadásban, saját munkáltal megszervezett terjesztéssel a piacra kerülő könyv az mennyire fog tudni eljutni az olvasókhoz. És hát én nagyon meglepődtem, úgy tűnik, hogy 8000 példány körül van. Ugye 10 000-et nyomtunk belőle, aki magyar könyvpiacon ismerős, és főleg ebbe a szegmensbe, az ugye tudja, hogy körülbelül 5 000 példány az már
nagyon jónak számít. Tehát 8000 példány elfogyott. Az, hogy ezen keressünk, vagy hogy ebből nagyon nagy pénz legyen, az első pillanattól kezdve ugye világos volt, hogy ilyen soha nem lesz akkora költség egy ilyen könyvnek, ugye a tesztelés, stb. Többi 400 étterembe el kellett jutni tesztelő, vagy majdnem 400, nem, 328, bocsánat, csak én már a következő kalauz, már a következőt készítjük most már lassan. Hát azt nem mondom, hogy célegyenesbe, de ugye márciusra ki kell jönni az újnak, és ott már majdnem 400 étterem lesz. Tehát 328 volt, azt mondom, hogy 329. Tehát ugye ezt mind végig kell járni, iszonyatos költsége van, de hát úgy tűnik, hogy nagyon jól fogadták az emberek, és itt is hallottam éppen a Villa Medici üzletvezetőjétől, hogy ő látta, hogy jönnek emberek a sárga könyvvel, és próbálják belőni a címet meg az éttermet. Tehát, hogy azok az éttermek, amelyeket mi magasra értékeltünk, azok valószínűleg érzik is valamennyire, hogy azért hoz néhány vendéget. Hát ez is lenne az egyik célja, hogy a magyar minőségi gasztronómia hitelét, illetve hát ismertségét azért növelje egy ilyen kiadvány. Ha ön is szeretne részt venni egy ilyen borvacsorán, akkor keresse a Villa Medici étterem szervezőit, akik újabb és újabb meglepetésekkel készülnek a vendégek fogadására.